Tamási egyik külterületén, Újvárhegyi részen elvétve találni olyan házat, ahol van vezetékes ivóvíz. Az utca elején található ingatlanok üdítő kivételek ez alól. Itt a város önkormányzata korábban mintegy 400 méteres szakaszon kiépítette az ivóvíz hálózatot, ám a terület többi része még hátra van. A város elmaradott részén élő családok évtizedes problémája oldódik meg azáltal, hogy egy most bejelentett fejlesztési forrással kiépítik a rendszert erre a részre is. A Tamási külterületén a vezetékes ivóvízellátást. Ez már több évtizedes probléma, és abban bízunk, hogy Süli János miniszter úr, országgyűlési képviselőnk segítségével most tudunk forrás szerezni ennek a problémának a megoldására. Ami azért is fontos, mert közel 500 embert érint Tamási külterületén. Az 500 főnek a többsége teljesen ellátatlan. Ezek a családok nem tudnak vezetékes ivóvízhoz jutni. Évtizedek óta tartályon keresztül visszük a vizet, juttatjuk el az itt lakókhoz. Ez Tamási több külterületi részét is érinti, ahol most állunk, ez a Kosba-Újvárhegyi rész, mellettünk nem messze Tüskós, de Tamásihoz kapcsolódóan Adorján puszta, Adorján Újtelep, Öreghenye területeken fog ez megvalósulni. Az ivóvízhálózat kiépítése pedig a Paksi Ipari Park fejlesztési forrásából valósul meg. Közel 500 millió forint jut ezen térség felzárkóztatására, mondta el Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős, tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Mivel Paksnak nem csak az egy dolga van, hogy ugye a Paksi atomerőművet megépítsük, hanem az is, hogy a térségbe a leszakadást azt próbáljuk megelőzni, ne csak egy kiemelt Tolna megyei település legyen a Paksi atomerőművel Paks, hanem az összes set is próbáljuk felzárkóztatni. Ennek része az is, hogy itt körülbelül 500 érintett lakó van, hogy azoknak az ivóvízellátás, ami alap szolgáltatás, azt megoldjuk. Hogy a tervek véglegesítve, engedélyek megvannak, akkor közbeszerzést követően meg lehet csinálni ezeket a becsatlakozásokat, és akkor megnyugtató módon ez az 500 fő is jó minőségű ivóvízhoz fog jutni. Ez több mint 400 millió, ez egy kiterjedt, hogy itt megint nem nagy sűrűségű, nem paneles lakóterületről beszélünk, ahol 60 család lakik egy házba, így ez ugye megint az a hosszabb vezetékhálózatot kell kiépíteni, tűzcsapok egyéb, akkor majd az előírtásoknak megfelelően kell. Ezért nem egy olcsó, ezért eddig nem is tudta az önkormányzat ezt saját forrásból, és van bőven mit egy önkormányzatnak elvégezni. Próbálkoztunk együtt is már, én mióta képviselő vagyok, hogy egyéb forrást szerezünk. Most sikerült ezt megoldani, úgyhogy örülök neki, mert már tavaly ígértük a városi rendezvényen is, hogy ezt előbb-utóbb a végére érünk. Hál' Istennek akkor 21-ben a végére is fogunk érni. A Közép-Dunamenti kiemelt térséghez tartozik Tamásin kívül 98 település. A cél pedig az, hogy miközben épülnek az új paksi atomerőmű kerítésén kívüli beruházásai, fejleszék Paks környékét. A térségfejlesztési tanács megalakulása megtörtént. Ott ugye a bírósági bejegyzés egyéb az zajlik, majd ugye ott uniós forrásokat szeretnénk bevonni. Az ugye 99 település. Ből áll, aminek része Tamási és a Tamási környéki települések, az még ezután fogjuk tudni mondani, hogy mennyi forrást tudunk, de bízunk benne, hogy jelentős forrásokat tudunk arra biztosítani, hogy, mint mondtam, a leszakadást szeretnénk, tehát mindenféleképpen, ugye most is az volt a jellemző azért a Tolna megyére, hogy voltak Tamásiban is, vannak munkahelyek, vannak Szekszárdon is, de nem olyan számottevő, és ugye az nem megy, hogy Pakson most építünk, oda fog jönni 10 000 ember, és utána, amikor vége a paksi beruházásnak, akkor egy részével nem tudunk mit kezdeni. Egy komoly munkahely lesz Tolna megyébe Paks, ebben a 10 évben azt is meg kell oldanunk, hogy több komoly más munkahelyet is ide sábítsunk erre a régióba, és nem csak Tolna megyéről beszélünk, hanem Baranya-Somogy is, és a hidat,
amit 24-ben készül, akkor még Bács-Kiskun megyének a Duna túlfelét is, hisz ebbe a közép-dunamenti településbe se láncolatában benne van Bács-Kiskun megyéből is települések, hisz ott is szeretnénk, hogyha a főzárkózás egyértelműen megtörténne. Az ivóvíz hálózat kiépítése várhatóan 2021 végére fejeződik be Tamásiban.